Idén a szokásosnál később kezdődött a rohama tanszerekért. Ennek leginkább a koronavírus járvány miatti bizonytalanság lehet az oka. Erről is lesz szó bővebben mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Elkészült és megkapták a köznevelési intézmények a járványügyi protokollt. A hőség nem csak az embereket, házi állatainkat is megviseli, figyeljünk rájuk. És tollaslabda válogatottnak tartanak edzőtábort a ceglédi tollaslabda csarnokban. A Városi Televízió keddi híradóját látják, jó estét kívánok! Idén a szokásosnál később kezdődött a roham a tanszerekért. Ennek leginkább a koronavírus járvány miatti bizonytalanság lehet az oka. Sok család kivár, leginkább a felső osztályosok, hiszen nem tudják pontosan az alapfelszerelésen kívül, mit kell még venni. Az árakban és minőségben is nagy a szórás. Bekerül a filctól készlet, és a színes ceruzák is a kosárba, a füzetek és a csomagoló papír mellé. Már közvetlenül nyitás után sokan voltak ebben a belvárosi papírboltban, megindult a roham a tanszerekért. Bár az idei évben feltehetően a koronavírus járvány miatt kicsit később. Sokan kivárnak, hogy akkor mi a végleges lista, mit kell biztosan megvenni, illetve sokan nem is tudják, hogy mit kell megvenni. Az a jellemző, vagy az a tapasztalat, hogy főleg alsó osztályban tudják, kapnak listát, és akkor abból ki tudnak indulni, ötödiktől fölfelé pedig majd várják, hogy akkor mit kell végig is megvenni. Óriási választék van mindenből az üzletekben, legyen szó ceruzáról, festékekről, vagy éppen tolltartóról. A választás nem könnyű. Látod, ez a kinyithatós. Jól lesz, drágám. Jó? Igen. Ebben az üzletben mindenből minőségi termékeket kínálnak. Az árak átlagosan 6%-kal emelkedtek tavaly óta. A tapasztalat szerint a szülők többsége inkább kicsit többet áldoz a tanszerekre, de azok legyenek tartósak. Az iskolatáska például az egyik legfontosabb a gyerekek számára. Ebből is nagyon sokféle van, mintában és típusban egyaránt. Ma már fontos szempont, hogy speciális, gerinckímélő legyen a táska kialakítása. Nálunk ugye ilyen nagyon könnyű, 1 kiló alatti iskolatáskák találhatóak, nagyon jó minőségűek, tehát már 8. éve forgalmazzuk őket, és hát különböző változatai vannak, főleg különben, tehát így méretileg nagyjából egyformák. Szedben van nálunk a nagy többsége, tehát tolltartóval, tornazsákkal, ilyen 22.000 és 26.000 forint között van nálunk szedben. Az árak között nagy a szórás. Anikótól, az üzlet vezetőjétől azt kértük, állítson össze egy első osztályosnak való felszerelést. Elsőként a füzetek kerültek a táskába, majd jött az összes többi tanszer. Szükség van általában logikai készletre, kétoldalú tükörre, számolópálcára, óralapra. És kell még koronkészlet, filctollak, színes ceruzák, zsírkréta, festőkészlet, tempera, ragasztó, mérőszalag, ceruzák, olló és csomagolóanyagok is. Az összeállított csomagtáskával együtt 35.000 forint körül van, de természetesen ki lehet hozni ennél kevesebből is. Tanszereken azért lehet egy 10.000 forintot, tehát úgy feléből is ki lehet hozni. Törekszünk arra, hogy jó minőségű termékeink legyenek, de azért egy tolik határ, tehát hogy azért akiknek a pénztárcája kevesebbet engedők is megtalálják a számításukat. Sokan vannak, akik részletekben vásárolnak be, vagy az utolsó pillanatra hagyják. Így a papírboltok még augusztus 20-a után is nagy rohamra számítanak. Elkészült és megkapták a köznevelési intézmények a következő tanévre vonatkozó járványügyi protokollt. A terv mintegy 11 témakörben és 70 pontban határozza meg az óvodák, iskolák teendőit. A protokoll módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. Bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata pedig a megvalósítást ellenőrizni. A most kiadott intézkedési terv mintegy 11 témakörben és 70 pontban határozza meg az óvodák, iskolák teendőit. A protokoll részletes útmutatást ad a tanévkezdéshez szükséges takarításra és fertőtlenítésre, amelyhez a szükséges fertőtlenítőszereket az Állami Egészségügyi Ellátóközpont minden intézménynek biztosítja.
A protokoll kitér továbbá a kézmosás, a távolságtartás, a maszkviselés iskolán belüli szabályaira, a rendezvények megszervezésére, az étkeztetésre, valamint az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítására. Többmás mellett minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A tanulók szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz, neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a tantermen kívül elhelyezni. A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a másfél méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok osztályok számára elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában és a középiskolákban az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Az intézkedési terv értelmében, ha valamelyik köznevelési intézményt közvetlenül érintő megbetegedés történik, az EMMI és az NNK a területi népegészségügyi hatósággal közösen megvizsgálja, milyen intézkedés szükséges az adott intézményben. A protokollt a járványügyi helyzet alakulásától függően a tapasztalatok figyelembevételével lehet módosítani, arról az intézmények részletes tájékoztatást kapnak. Köröstetétlen és csemű is kedvezményezett lett a Magyar Falu Program legutóbbi pályázatán. Játszóudvara, eszközökre, játszótér fejlesztésre nyertek támogatást, rövid híreink következnek. Újabb térségi települések nyertek forrást beruházásokra a Magyar Falu Program keretében. Közterület karbantartását szolgáló eszköz beszerzésére Köröstetétlen község önkormányzata 13.152.270 forintot nyert. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztésére pedig Köröstetétlen község önkormányzata 4.924.530 forintot, Jászkarajenő 4.991.522 forintot, Csemő pedig 4.999.380 forint pályázati támogatást nyert. Az ünnep, illetve a hosszú hétvége miatt módosul a kormányablakok ügyfélfogadása. Péntek ugyanis pihenőnap, jövő szombat viszont munkanap. Ezért a Ceglédi Járási Hivatal kormányablakaiban, Cegléden és Abonyban is augusztus 21-én pénteken nem lesz ügyfélfogadás. Augusztus 28-án és 29-én, pénteken és szombaton pedig pénteki ügyfélfogadási rendszerint várják az ügyfeleket. Néhány napig szünetel az e-recept rendszer. Augusztus 19 és 23-a között megkapcsolják az elektronikus egészségügyi szolgáltatási teret, mert az adatokat átköltöztetik egy új, a kormány szerint még magasabb védelmi szintet biztosító tárhelyre, a kormányzati adatközpontba. Az adatfelhő költöztetése idején az orvosok nem tudnak e-receptet írni, viszont ígérik, a gyógyszertárakban a leállás előtt felírt gyógyszerek kiválthatóak lesznek. Azokra rálátnak élő EST kapcsolat nélkül is a gyógyszerészek. A négy napos munkaszünet alatt felírt orvosságokat azonban csak akkor tudják kiváltani a betegek, ha arról hagyományos papírvényt állít ki a doktor. A négy napos hosszú hétvégére ismét 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, az időjárás előrejelzések szerint. A hőség pedig nem csak az embereket, hanem az állatokat is megviseli. Ilyenkor nagyon fontos, hogy kedvenceink árnyékos helyen tudjanak hűsölni napközben, legyen elegendő innivalójuk, illetve ha tehetjük, naponta többször vizezzük be őket. A kutyák és a macskák nem tudnak izzadni, illetve csak nagyon kis felületen, a talpukon, az ebek pedig a nyelvükön keresztül párologtatás útján tudnak hőt leadni, mondják az állatorvosok. Ez nagyon kevés ilyenkor a nagy hőségben, minden esetben biztosítani kell kedvenceinknek napközben árnyékos helyeket, ahová be tudnak húzódni, hűsölni, valamint érdemes egy nagy edénybe önteni ilyenkor vizet, nehogy kiborítsa az állat. A naponta többszöri vizes fürdetés is jót tesz az ebeknek,
vagy ha nem tartózkodunk otthon napközben, egy kutyamedencét is felállíthatunk az udvar egy árnyékos pontján. Így a kedvencünk kedvére hűsítheti magát. Ha mindent betartunk és vigyázunk állatainkra, elkerülhető a baj, de ha ennek ellenére mégis hőgutát kap, mindenképp állatorvoshoz kell fordulni. A hőguta tünetei egyebek mellett bágyadtság, izomgyengeség riadt tekintet, kitágult pupilla, hányás hasmenés. Az, hogy megmenthető egy állat, attól függ, hogy milyen régóta van ebben az állapotban. Ilyenkor a lábvégeket kell hűteni hűvös vízzel és árnyékos helyre vinni a kedvencünket. Továbbá mielőbb fel kell keresni egy állatorvost, mondják a szakemberek. Ami fontos még, hogy a nagy hőségben leginkább a hajnali órákra időzítsük a sétáltatást. Sajnos rendszeresen előfordul az is, hogy a gazdák a nagy melegben magukkal viszik a kedvenceiket, akiket ilyenkor az autóban hagynak, míg bevásárolnak. A hőségben a bezárt járműben magára hagyott kutyának 10 perc is elég ahhoz, hogy visszafordíthatatlan károsodást szenvedjen, így akár az állat meg is halhat. A hőségben tehát ne vigyük magunkkal kedvenceinket, vagy legalábbis ne zárjuk be őket az autóba. Az U13-as és U15-ös tollaslabda válogatottnak tartanak edzőtábort a ceglédi tollaslabda csarnokban. A programra az ország egész területéről érkeztek gyerekek. A több mint 30 fiatallal 5 edző dolgozik, egyikük egy skót mesteredző. A ceglédi tollaslabda csarnok 3 éve üzemel. Az ország egyik legdinamikusabban fejlődő tollaslabda létesítményeként tartják számon. Ennek köszönhetően tartják most ott az U13-as, U15-ös válogatott tábort, mondta Nagy Krisztián marketing menedzser. Jövőbeli terveink tulajdonképpen azok, hogy szeretnénk ezt tovább bővíteni, ugyanis látjuk, hogy erre hatalmas igény van, így szeretnénk bővíteni a csarnokunkat ezzel kapcsolatban, kültéri futópályával, még szállásokkal, egy sokkal precízebb, egy sokkal nagyobb szolgáltatáscsomagot szeretnénk nekik nyújtani, amivel minőségibb táborokat tudunk tartani, és fel tudunk nőni a nemzetközi színvonalhoz. Az egyik edző Kemény Erzsébet úgy fogalmazott, már 2 alkalommal voltak itt versenyezni, és nagyon elégedettek a csarnokkal. Azt is hozzátette, sajnos a vírus helyzet miatti kiesés sokaknál meglátszik. Hát sajnos nagy különbség van azok a sportolók között, akiknek van saját termük, és ott tudtak edzeni, és az olyan gyerekek között, akik bérelt iskolai terembe edzenek, azok most nagyon le vannak maradva. Felkészülésük nem volt olyan sikeres, mint a többieknek. Utánpótlással kapcsolatban elmondta, ami nagy gondot okoz, az a teremhiány, az, hogy a fiataloknak nincs hol edzeniük. Jelentkezők tehát lennének, de egyelőre nem tudnak mindenkinek helyet biztosítani. Természetesen ez Budapestre vonatkozik, vidéken más lehet a helyzet, mondta. Az edző arról is beszélt, kiknek ajánlja a tollaslabdázást. A mozgékony gyerekeknek mindenképpen nagyon nagy koncentrációt igényel, nagyon gyors mozgás és nagyon gyors gondolkodást igényel a tollaslabda. A fiatalok nagyon lelkesek. Az egyik ceglédi résztvevő Bimbó Petra például 3 éve tollasozik. Apával kezdtünk el otthon, és akkor így nagyon megtetszett, aztán nyílt ez a csarnok, és akkor eljöttem az első edzésre és azóta. A táborral is elégedett. Nekem is nagyon tetszik, már ugye itt más emberekkel is van lehetőségem játszani, és így össze tudom magamat is mérni, hogy milyenek a képességeim. Szalkai Petra is a csarnok nyitása óta rendszeresen jár edzésekre. Ő úgy fogalmazott, azért szereti, mert mindenét átmozgatja és jól elfárad az edzések után, de a táborról is beszélt. Nekem nagyon-nagyon tetszik, és nagyon nagy előrelépés a jövőben. A fiatal lányok elmondták, nagyon szeretnének minél nagyobb és jobb eredményeket elérni a tollaslabdában. Híradónk után Háttér című magazin műsorunkat láthatják, benne vendégünk a Kossuth Művelődési Központ ügyvezetője, Détári Lukács Ágnes. Ezek voltak legfrissebb híreink, híradóval legközelebb holnap jelentkezünk, viszontlátásra!